gyermekkoromra robbant rá 1956 forradalma, amelynek élményei meghatározták és formálták az egész életemet. De én megyek, már látni akarom Rákosit. Letolom a gatyán, már is láthatod. Itt van Marac, nem ér sehol. Sose lehet tudni, mikor jössz, mész, vagy mikor kerülsz elő. Talán bejelentenéd fiatal úr előre, hogy szegény anyád ne izguljon érted. Mi ez a hangoskodás itt? Riskó vagyok, az új igazgató. Nem akar a gyerek iskolába menni. Na, öregém, nyomás az iskolába, mert segbe rúglak. Itt van kint az én iskola kerülő fiam. Mehetsz vele. Élnek a szereplők. Ezek közé tartozom én is. Az 56-os Pál utcai fiúkról van tulajdonképpen szó, és ezek a forradalmi gyerekek, ezek a budakeszi srácok, akik tulajdonképpen majdnem ugyanazt játszották, mint a Pál utcai fiúk, csak élesben. Szíksza, jön rágy! Nem akarunk semmit, csak a fegyvereket! Adja ki! Laci! Úrázásból nem kell túl teljesíteni a tervet. Magának semmi köze hozzá! Maga lesz a tolmács. Én? Miért? Hát ki az orosz tanár? Hát én. Álljatok meg, srácok! Hová mentek?